A Sárospataki Vár Magyarország egyik legjobb állapotban fennmaradt késő reneszánsz épület együttesei közé tartozik. Ez található az 500 forintos hátoldalán is. A Rákóczi Vár teljes renoválása az 1960-as években történt meg, azóta pedig meghatározó turisztikai látványosság. A Sárospataki Vár az északkeleti régió egyik kiemelt turisztikai látványossága. A Rákóczi család központja ma is rengeteg látnivalót kínál az érdeklődőknek. Maga a vár együttes a 16. században épült a Perényi család jóvoltából. A 17. század elején került a Rákóczi család birtokába 1616-ban Loránfi Zsuzsanna és első Rákóczi György erdélyi fejedelem, későbbi erdélyi fejedelem házassága révén, de természetesen leginkább országosan II. Rákóczi Ferenc neve szabadságküzdelme által ismerjük. II. Rákóczi Ferenc életének három fázisát kapcsolhatjuk a várhoz. A többféle színes kiállítást végigjárva megismerkedhetünk a dinasztia fejlődésével és jelentőségével. Maga a Rákóczi Múzeum 1950-ben alakult meg. Az volt a célja, hogy a Rákóczi örökséget, és itt nem csak II. Rákóczi Ferencre, hanem ezt a több generációs erdélyi fejedelmi széket betöltő családnak emléket állítsunk itt Magyarországon. Sárospatak ott van a 16-17. Századtól Magyarország, és az iskola révén hisszük, hogy az Európa térképén is. Sárospatak földrajzi elhelyezkedéséből adódóan is remek központként szolgált a rákóciaknak, hiszen összekötötte Erdélyt és a királyi Magyarországot. A birtok a szabadságharcban is nagy jelentőséget kapott. Idén kerekévszámot is ünnepelhetünk, hiszen 320 évvel ezelőtt történt a rákóczi szabadságharc zászlóbontása. A vereckei hágónár lép egyébként Rákóczi magyar földre, és északkeletről haladnak előre, egyre nagyobb csapatok állnak mögé, egyre többen támogatják, és egyre nagyobb területet sikerül elfoglalnia, vagy maga mellé állítania. És június közepén, mondom, még Vereckénél van, és 1703. augusztus 28-a az a dátum, amikor a Bodrog köz felől átkelő kuruc csapatok, még nincs itt Rákóczi, elfoglalják, vagy visszafoglalják Sárospatakot. A szabadságharc idején kiemelt helyszín Sárospatak, hiszen a Sárospataki Református Kollégium is újra tudta folytatni a nevelő munkát, ami korábban jellemezte. Rákóczi nem csak katonai eseményeket, küzdelmet folytat, hanem új, tehát országot épít. Tehát ő hosszú távon gondolkodik egy új Magyarország megteremtését, és ebben fontos szerepet szán az ifjúság nevelésében, és ezért a nemes ifjakat is maga szellemében, maga köré csoportosítva próbálja nevelni, és például nemes ifjak avatása történik a Sárospataki vártemplomban. És hát egy történelmi esemény még 1708-ban itt a Sárospataki várban tartják az utolsó kuruc országgyűlést. Ez már a szabadságharc hanyatlóbb korszaka. A vár egyik ikonikus pontja az ágyúöntő műhely, ami a maga nemében egyedülállónak számít. Ez egy igazi különlegesség. Első Rákóczi György idejében, 1631-ben indult a működése ennek a lánkemencés ágyú öntőműhelynek. Ez abban a korszakban a technikai fejlődést jelzi, tehát a lánkemencés elnevezés arra utal, hogy akkor ez volt az elterjedt módszere az ágyöntésnek. És maga a hely az valóban, azon a helyen vagyunk, ahol a régész Ringer István személyében itt föltárta első Rákóczi György ágyöntő műhelyét, ami 1648-ig működött. Egy korábban felrobbant ágyú töredéket is megtekinthetnek az erre járók. Minden egyes Rákóczi ágyú rajta szerepelt a család címere. Egy idézet, valamint el is nevezték az egyes ágyúkat. Ezt követően a vörös torony tetejét vettük célba, ahonnan csodálatos kilátás nyílik a környékre. Ez egy 6 hektáros terület, most az ikonikus részén, a vörös torony tetején állunk, ahonnan körbetekinthetjük nem csak a vár együttest, hanem a várost is, hiszen Sárospatak a Bodrog egyik, illetve másik oldalán települt. Benézhetünk a belső várudvarba, amelyet körül ölelnek a palotaszárnyak, amelybe egykor a Rákóczi család lakott. Ez a vörös torony, amelynek pedig a tetején állunk, itt a hadászati és polgári, tehát lakófunkciók váltak
találkoztak egymással. A magyar 500 forintos papírpénz hátoldalán is a Sárospataki vár látható. A Nemzeti Emlékhely egésznapos elfoglaltságot kínál a látogatóknak állandó és időszaki kiállításokkal.